kende. Na jó, van, szevasztok! Azt lenne ma a mai terv, hogy akkor meg tudnak beszélni első körben, mert ez így újra kéne elkezdjem. Na halló, sziasztok! Szóval ebben a videóban hát egy ilyen kis elemzéseket fogunk megnézni az idei év tekintetében, hogy mi történt ebben az évben és hogy alakultak a dolgok, mert körülbelül pont egy évet december 24-én, 3-án, 6-án valami ilyesmi tájba töltöttem fel a videómat, és azt gondoltam, az első videómat, és azt gondoltam, hogy ez egy ilyen tök fajn kis keretet adna. Szóval egy ilyen fajn kis keretet adna ennek az egész csatorna dolognak. És ja, szóval körülbelül a csatorna most áll 40 ezer feliratkozónál, és ugye ez egy kereken egy év alatt jött össze, és ugye ez az a kérdés, amit így nagyon sokan megkérdeznek tőlem, hogy te figyelj már, Kristóf, mondd már nekem, hogy 40 ezer feliratkozót hogy lett egy év alatt, te köcsög hacker. És akkor én erre mondom azt úgy, hogy beírtam Google-be, hogy YouTube subscribers hack, és ott, és onnan. Na jó, igazából nyilván nem így van, hanem úgy van, hogy nem tudom, hogy van. Szóval az elején nagyon sokat segített Inez. Inez volt gyakorlatilag a mentorom, és ő mondta azt, hogy eleve kezdjem el ezt az egészet, hát mert miért ne? És hát el is kezdtem. És ugye ezt az első videómban is mondtam, hogy ugye ő volt az, aki azt mondta, hogy na, csap bele a lecsóba. Szóval Inez nagyon sokat segített ebben az egész dologban, hogy ezt így az elején így elindítsam, aztán így ugye megpróbáltam a saját lábomra állni. A másik nagyon nagy dobbantó az a Csizmadia Gabriella volt, aki egy megosztással támogatta az első videómat, ami ugye hát nem tűnik soknak, de az aztán elég sok, hogyha mondjuk olyan 60 vagy 70 ezeren követnek Facebookon. És ezért gondoltuk ezt az egész Lánzdahány dolgot is megcsinálni, hogy valami olyan legyen az is, amit élvezhettek és amit tetszhet nektek, és számotokra esetleg szórakoztató lehet. És ennyi. Szóval, hogyha még nem tettétek meg, hogy feliratkozzatok a Lánzdahány nevű csatornán, akkor megtettitek. Ott van a link a leírásban. Köszönöm, Isten legyen veletek. És még arra gondoltam, hogy csinálhatnánk olyat, hogy ilyen statisztikákat, meg ilyen hülyeségeket megnézzünk, hogy mi hogy alakult, hány lány, hány fiú, hogy van ez a megosztás, meg megosztás, meg ilyenek. Szóval ezeket most megkukkantjuk. A számomra egyik legmeglepőbb statisztikai kimutatás az az, hogy hány éves korosztály, és ugye hogy osztik az meg. Szóval, hogy kik néznek? Na érted? Szóval 13-16 éves korig 21,9%, 18-24 éves korig 36,7%, ez a legtöbb, 25-34-ig 18,4%, 35-40, jó, többit meg már nem érdekes. Szóval mondjuk ezt mondjuk osszuk el kettővel, meg mondjuk ugye variáljuk át, mert mondjuk itt van ilyen, hogy 65 plusz meg 55-től 64-ig, ebbe azért már nem annyira hiszek, ezt úgy gondolom, hogy aki mondjuk így megnyitotta a profilját, akkor bejelölt magának egy 18-nál idősebb születési évet, és akkor az így alakult. A másik, aminek nagyon örülök, az a nemek közti megosztás, ugye férfi és női arányban 51,4% férfi és 48,6% hölgy a nézőimnek. Mi van? Szóval így van, na értitek. Amikor ezt elkezdtem, akkor én próbáltam ezt a nézői, szóval a célközönséget, ezt nem egy ilyen bizonyos korosztályra, vagy nemre, vagy lányra, vagy fiúra, vagy bármire így lekorlátozni. Úgy akartam elindítani, hogy minél több ember számára élvezhető legyen az a tartalom, amit én kiadok a kezemből, és ezért örülök ennek, hogy nem is az, hogy több lány, de még több fiú követ, értitek így YouTube-on. Aztán szerintem megint csak egy érdekes dolog az az, hogy a Ha egyedül vagyok otthon című videómat megnézték 364 ezeren, ami szerintem egyébként egy rakás szagadat, mert valahogy nem voltam jó paszban, és nem is sikerült olyan jól az a videó. Azon kívül 295 ezeren nézték meg a Másik és Én egy című videót, hát azt nyilván nem miattam nézték meg, hanem a hugom miatt, mert rohadt aranyos, és hát mondjuk meg tudom érteni. Még itt van ugye a harmadik, az az új autón első YouTube fizetésem, 274 ezer megtekintés, amire ugye nagyon sok negatív kritikát kaptam, hát mondjuk olyan szinten telibe szartam, mint az állat, mert továbbra is úgy gondolom, hogy miért gyerekek, az nem kopi, hogy valaki megcsinál egy kihívást mondjuk, és még 15 másik magyar és 35 ezer másik angol megcsinálta előtte. Na mindegy, ezen lépünk is túl. És végül, de nem utolsó sorban elmondom az én saját véleményemet is, hogy nekem melyik videóra vagyok a legbüszkébb, meg melyik tetszett a legjobban. Hát gyerekek, nekem ez a karácsony előtti feszültségek dolog tetszett a legjobban. Nem azért tetszett, mert olyan humoros lett, mert amúgy szerintem rohadt humoros lett, és én már nagyon sokszor megnéztem a Mit Tanás, meg a Szabó Kristófos beszélgetés, párbeszéd, hát én a Mit Tanán szétsírom az életemet, mindegy, lényegtelen. Szóval
arra a videóra vagyok a legbüszkébb, és nem azért, mert esetleg mondjuk egy napot is el is szántunk rá, meg mondom, hogy minőségileg akkora ilyen lett. Nem azért, hanem azért, mert annyira büszke vagyok a srácok munkájára, és olyan szinten oda tette mindenki magát, és nem az volt, hogy tudjátok, oda mentünk, és akkor közben röhögcsöltek, meg ilyesmi. Szóval ezek így nem voltak meg, és komolyan tudták venni ezt a dolgot, és én nagyon örültem neki, hogy közösen elő tudtunk állítani valami olyan tartalmat, ami más számára élvezhető, és más is azt mondja rá, hogy na, ez jó lett. Ha ez lenne az én kis évzáró kis videóm, és köszönetet szeretnék nektek mondani, hogy ennyien feliratkoztatok már a csatornára, és ennyien támogattak, ennyien segítek. Külön köszönet a Szabó Kristóf mély meg Instagram oldalnak, aminek itt a neve, itt. Ő is nagyon sok pozitív energiával feltöltött már engem azáltal, hogy támogat olyan szinten, hogy ilyen képeket készít. Azon kívül köszönöm az üzeneteket, mindegyiket elolvasom, mindegyikre próbálok válaszolni, de tényleg nagyon sokan írtak is, és nem tudok ennyi embernek válaszolni. Köszönöm, hogy nagyon sok rendezvényre eljuthattam, találkozhattam veletek, dumcsizhattam veletek, képeket csináltunk közösen, meg ilyesmi. Nagyon sokat segített az életemen, és úgy érzem, gyerekek, hogy életemben elsőnek van sínen az életem, és amit én kitaláltam mondjuk 3 évvel ezelőtt, hogy én majd egyszer adok valami olyat, meg olyan, úgy leszek sikeres, hogy az mások sikere is. Én ezt már így régen kitaláltam, és úgy érzem, hogy most van ebben a szakaszban az életem, és nagyon, nagyon jó út felé haladunk együtt, és tényleg, szóval köszönök mindent, mert hát nem tudom, szóval ezt az évemet ezt titöltöttétek meg, mindenféle űrt, mindenféle rosszat, ami éppen bennem volt, a simán el tudtam hesegetni azzal, hogy ti ott vagytok, meg segítetek, meg támogattok, meg írogattok, meg lájkoltok, meg kommenteltek, meg stb. Szóval összegzésképpen tényleg nagyon köszönöm, és boldog új évet szeretnék kívánni mindenkinek, és remélem, hogy jövőre is velem maradtok, és együtt visszük tovább ezt a kis csatornát. Úristen, miért köptem? Szóval, hogy együtt visszük tovább ezt a kis csatornát, és olyan sikeresek leszünk, mint tavaly, és legalább annyit bővülünk együtt, mint tavaly, és mindenért köszönet tényleg. És remélem, hogy a következő PlayIT-n is tudok veletek találkozni, vagy OVS-en, vagy bárhol máshol. Szóval boldog új évet, és sziasztok!